Dicsőség Bakkátnak, mind dicsőség Sigurú és Sigorangának. Hanyadik vers? 41. Ez a Jajáti király visszanyeri fiatalságát. Ott vagyunk, és ma van 5-e. És akkor a szanszkritot mondjuk. Turvászus csódita pitra. Drújas csánus csabárata. Pratyachakyu adharmagya Yanitre nitya buddhaya Turvasus chodita putra Droyus chanus chabharata Pratyachakyu adharmagya Hyanitye nitya buddhaya. Hyanitye
Matiji. Turvasu, Turvasu egy másik fiú, Csódita megkérte, Pitra az apa, hogy cserélje el fiatalságát az ő öreg korára, és tehetetlenségére. Druyu, Druyu egy másik fiú. Cha és Anu, Anu egy másik fiú. Cha szintén Bharata, ó Parikshit király. Pratyachakyu vissza utasították a dharmagyá, mivel nem ismerték a vallás elveit. Hi valójában anicce átmeneti fiatalság, nitya buddhaja öröknek tekintve. Oké, és ennek a fordítása az... Ó Parikshit Maharaj, Jajati ugyanígy többi fiát, Turvasut, Druyut és Anut is megkérte, hogy cseréljék el fiatalságukat az ő öreg korára. Ők azonban, mivel nem ismerték a vallás elveit, azt hitték, hogy röpke fiatalságuk örökké tart, és ezért ellen szegültek apjuk parancsának. Ó Parikshit Maharaj, Jajati ugyanígy többi fiát, Turvasu, Druyut és Anut is megkérte, hogy cseréljék el fiatalságukat az ő öreg korára. Ők azonban, mivel nem ismerték a vallás elveit, azt hitték, hogy röpke fiatalságuk örökké tart, és ezért ellenszegültek apjuk parancsának. Om Gyan Timirandasya Gyan Anjana Salakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gauravattu Vrinda Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mindenki úgy képe van, hogy miről szól, többé-kevésbé itt az egész történet, és hogy egyik ember, egyik személy akarja a ifjúságát, fiatalságát egy másiknak.
És most van itt egy vita, hogy kinek van joga. Sukadev Goswami már adja az ő véleményét, ugye, mert ő itt kifejezte, hogy adarmagya, hogy ezek voltak adarmikusak, nem tudták, hogy igazából mi a dharma, mi a vallás. Igazából amiről van itt most vita, az anyagi dolog. Itt az apa akar érzékkielégítést, és a fiak akarnak érzékkielégítést. Szóval így egyenlő dolgok között akkor kellene hallgatni az apához. Nem lehet mondani, hogy egy igazi méltó célja volt, de azt senki nem hozta fel, hogy nem én akarom használni az én fiatal koromat lelki fejlődésre, mint Prahlad Maharaj, ugye, amikor még sokkal fiatalabb, kisfiú, 5-6 éves, és akkor ott van a gurukál lába, és mondja, hogy komarat acsarat prágya, dharmat bhagvataiha, hogy na most fiatal vagyunk, most nem játszani kell, nem ezért vagyunk itt, hogy mi most játszunk, szórakozzunk, másféle dolgokat csináljunk, sportoljunk, evel csak elvesztjük az életünket, és még rászokunk másikféle olyan szokásokat, amit fogjuk folytatni, amikor idős legyünk. Dharmat bhagvata iha. Itt most a dharma egy másik szót jelent. Itt igazából mi kötelességünk, az a bhagvat dharma, hogy rászállni mind a percünket a lelki fejlődésre. De ezek most nem arra vitatkoztak, hanem most ki tudja élvezni magát. Szóval úgy egyenlő a téma, de akkor itt, hát valakinek kell a főnök lenni, és akkor itt az apa az, akinek van joga. Másképp még materialisztikus rendszerek, család, az sem működik, hogyha nincs egy autoritatív rendszer, és akkor itt a dharmagya, az azt jelenti, hogy hát nem tudták ezt, hogy jó, nem baj, hogy most ő ezért a célél akarja, de még mindig ő a, hát nem hogy csak az apa, de ugyanakkor a király is. És akkor a mi kötelességünk, vagy legalább valamelyik az egyik között kötelessége, hogy jó, felajánlom a ifjúságomat. És persze hát ez a mámorító szer, ez a ifjúság, mert ez olyan, ennek vannak olyan biológiai, pszichológiai hatásai, ami, hát nem hiszem, hogy van sok ember, aki igazából azt gondolja, hogy ez örökké lesz, de úgy viselkedünk, mint hogyha örökké lesz. Szóval nem úgy vesszük abba a dolgba, hogy ez, ami nekem most van, ezt el fogom veszteni. És miért jó erő, intelligencia, friss az elmém, és másféle dolog, dharmat bhagvataiha, a lelki életet gyakorolni, ugye, erre van. És persze, ugye jön a anyagi logika, hogy majd, hát én majd később tudom csinálni, de se nem tudjuk, hogy létezni fog egy később, de pont ez azt hiszed, hogy olyan lesz, amikor 60 éves vagy, hogy az egy 60 éves, 20 éves, szóval más, nagyon megváltozik minden, nagyon megváltozik a kapacitás. Most tudsz mondjuk tanulni verseket. 60 éves korban már csak elfelejteni tudsz verseket, már akkor nem tudsz tanulni. És igen, most is olvasom, hogy Chaitanya Mahaprabhu, ő meg, hogy ott is, amikor ő tanítja az ő tanítványai, diákokat, hogy
hogy mennyire intenzíven vették igazából. Hát persze akkor ők is anyagi dolgot tanítottak, mert amikor Úr Csaitanya fiatal volt, akkor itt mindezek a brahminikus tudományokat, egyik dolog, ami igazából nem emlékeztem, az, hogy Úr Csaitanya az asztrológiában benne volt. Hogy az asztrológiát, és akkor a szótan, és más ilyenféle dolgokról beszéltek, a logika, ez a sásrát, így, úgy, de mind nincs semmi kapcsolata Krishna tudattal. És aztán volt egy nagy változás, majdnem egy napról a másikra, amikor akkor csak ott hagyta mindezeket, bejelentette egy nap Úr Csaitanya, többet ezt nem fogom csinálni. Szóval igen, ez annyira egy csodálatos ajándék, ami ugye van fiatalkor, nemhogy nem, egyik szempontból nem különb az öregkortól, avval, hogy ez is már méri, hogy milyen öreg vagy. Szóval sos nem mondjuk, hogy 20 év fiatal vagyok, vagy 15 év fiatal, idős. Szóval akkor, hogy angolul, 15 years old, 20 years old. Szóval igen, öreg, szóval itt mindig öreg, csak a kérdés, hogy mennyivel öregebb vagyunk, és hogy ezt az életet mire használjuk. Itt nincs semmi magyarázat, szóval megyek a következő két versbe, és akkor ott majd látjuk, hogy a legfiatalabb, Puru, ő neki van esze, és ő tudja, hogy miről szól az élet. Szóval a 42. vers folytatja, hogy a Jati király ekkor Puruhoz fordult, aki ifjabb volt három bátyjával, de sokkal jobb tulajdonságok jellemeztek. Kedves fiam, ne legy engedetlen, mind a fivéreid, mert nem ez a kötelességed. Ott egy bakta ismerős, aki neki három fia volt, és ő mindig mondta, hogy védák mondják, hogy az első fiú a tudatlanságba születik, a második a szenvedélybe, és a harmadik a jóságba. Szóval itt most van a negyedik, és ő meg lelki tudása van, és akkor Puru válaszolt, ó felség, ki az ezen a világon, aki vissza tudná fizetni, amivel apjának tartozik? Az apának kegyéből nyerjük el az emberi létformát, amely lehetővé teszi, hogy a legfelsőbb úr társaival váljunk. Prasadad vinate param. És itt most van egy magyarázat. Magyarázata. És mondja, hogy az apa adja a test magját, és ez a mag fokozatosan nő és fejlődik, míg végül egy fejlett emberi testé válik, olyan tudattal, amely magasabb rendű az állatokénál. Az emberi testben az ember felemelkedhet a felső bolygókra, és ha a Krisna tudatot gyakorolja, haza is térhet vissza Istenhez. Ezt a fontos emberi testet az apának kegyéből kapjuk, és ezért mindenki adósa az apjának. Természetesen más létformákban szintén van anyák és apánk. Még a macskáknak és a kutyáknak is van apjuk és anyjuk. Az emberi létformában azonban az apa és az anya a legnagyobb áldásban részesítheti fiát, arra taníthatja, hogy baktává váljon. Amikor valakiból bakta lesz, elnyeri a legnagyobb áldást,
mert teljesen megszabadul a születés és halál ismétlődésétől. Ezért azaz apa, aki gyermeket a Krisna tudatra oktatja, a legjótékonyabb apa a világon. Janme Saba Pitamata Pai Krishna Guru Nahi Mile Bhaji Hari Aj. Mindenki kap egy anyát és egy apát, de ha valaki Krishna és a guru áldását nyeri el, legyőzheti az anyagi természet és hazatérhet vissza Istenhez. Szóval a szerepe szülőknek sokszor van hangsúlyozva, Bhagavatam hangsúlyozza, mint Guru Nasatsat, Pita Nasatsat, Janani Nasatsat, Maharaja Shabdev említi. Srila Prabhupada nagyon sokszor ugye hangsúlyozza ezt a dolgot, mert végre ott kezdődik, hogy miről szól az élet. És ugye ez a mai világban egy elveszett koncepció, hogy az élet az önmegvalósulásról szól, hogy tudunk visszamenni Krisnához ebbe az életbe. Hogy lehet lenni Krisna tudatos? És persze, ugye, amikor még gyerekek mielőtt jönnek a világba, de amikor mondjuk már gyerekek jöttek a világba, ők most ezt nem az ő felelősségük ezt úgy kideríteni. Nem mindenki olyan, mint Sukadev Goswami, hogy már a mélybe, anyáknak a mélyébe, ők akkor már úgy értik, hogy igen, erről szól az élet. Akkor őket kell irányítani, vezetni, és akkor Pita Nasatsat, Janani Nasatsat, először jönnek a szülők. Szóval ők az első guruk, első tanár. Sandipani Muninak, amikor Krishna ajánl dakshinát, akkor ő mondja, hogy mi a felelősség a tanítvány a guru felé, és említi, hogy szülők az első guru. Na most aztán a szülőknek van egy nagyon komoly felelősség, mert hogyha használjuk ezt a szót guru, és végre ugye ez a identitás, akkor azon van egy nagy teher. Hogy legalább a szükséges megvalósítani mind a lehetőségeket, hogy a gyerekek lesznek Krisna tudatos, ami ugye egy időpontig, addig, amíg ők teljesen függnek a szülőkön, akkor a szülők irányítnak mindent, és aztán egy pontra a gyerekek akkor már úgy önállóak, és akkor nekik már kell meggyőzve lenni, hogy erről szól az élet, és nem mind itt a másik a testvérek, nekik meg, nem mi is akarjuk élvezni. Te akarod élvezni, mi akarjuk élvezni. Nos, érdekes szempontból Puru, ő mondta, hogy igen, én kaptam ezt a testet, és akkor én adós vagyok, mert itt kaptam a lehetőséget arra, hogy Krisna tudatos legyek, és ő már az, hogy tudja, hogy miről van szó. De ő már hajlandó feladni mindaz az időt, amiben tudna tökéletes lenni az apjának. Aki nem szükségesen egy transzendentalista, nem valaki, aki meg fogja áldani őt a lelki tudattal. Szóval itt egyensúlyozva van valami, és akkor megint kell emlékezni, hogy Bhagavatam nagyon csak így keretbe beszél sokszor, nem mindig bemegy részletekbe, és nem tudjuk, hogy mi a részlet. Tegnap
Erről úgy beszéltem Niranjan Swami Maharajjal délután, és hogy na most azok a gópik, akik mentek a rasa táncra, ez volt az először, hogy ők találkoztak Krisnával? Nem mondja a Bhagavatam. Máshol, hogyha olvasunk könyveket, akkor hát nem az az első kapcsolat Krisna, hogy belépünk a rasa táncba, nem lehetetlen, de Bhagavatam nem mondja. Erről nincs részletesen szó. Ugyanígy nem tudjuk. Most milyen fejlett Puru? És hogyha nem teljesen Krisna tudatos, akkor miért áldozza fel a lehetőséget apjának az érzéki elégítése. Szóval a lelki felelősség az kevesebb, és a lelki lehetőség kevesebb, mint ugye a szülőknek az érzéki elégítése. Most általában nekünk a válasz nem. Azért vagyunk itt. Másképp nem lennénk itt. Szóval, mert a szülőknek általában az elképzelés, hogy akkor nem folytatjuk a anyagi életet, és követjük ezt a mintát. De van sok más, ugye, a utasítás, ami mondja, nem, hogyha ez a kettő között kell, akkor a legfontosabb dolog, hogy ments meg magad. És a lelki tökéletesség, ez a lelki legfontosabb dolgunk, mert végre ezek a kapcsolatok, apa, gyerek, király, stb., ez egy nagyon ideglenes helyzet, és ezek eszközök. Szóval ezek eszközök elérni valamit, és ugye ez a különbség, itt most Grihastha és Grihamedi, mert itt most Grihastha életről van szó, szóval Grihamedi az, hogy az eszköz lett a cél, és a cél az lett egy részlet, és a Grihastha az meg, ugye, hát ezek csak úgy eszközök, amiknek segítenek, vagy lépések arra, hogy tudjam elérni a célt. De sose ne álljanak akadályba. És hogyha akadályba áll, akkor körül kell menni az akadályon, mert folytatni kell menni a cél felé. De nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi van mögötte, csak az van, hogy akkor oké, Puru adta az ifjúságát. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működött, hogy gondoljátok, hogy valaki hogy változ, mi ez az ifjúság? Szóval általában mi mérem az, hogy öregszik és rombol le a testem, és amikor olyan épp állapotban van, vagy amennyivel közelebb áll a születéshez, akkor mondjuk, hogy fiatal vagyok, de itt igazából valamilyen féle potencia, amit át lehet adni másoknak. A valóságban ez úgy van. Ugye Raghunath Das Goswami mondja, hogy Srimati Rarváni fürdik háromszor naponta, legalább, de egyszer a ifjúságba, az örök ifjúságba fürd. Szóval ez is egy dolog. Nem csak, hogy észreveszünk valamit, hanem létezik ifjúság, létezik aztán az örök ifjúság. És volt ugye Columbus időjében, akkor nagyon divatos volt keresni ez a ifjúságnak a szökőkútját, valamilyen tó, amiben beleugrasz, és akkor ott fiatal leszel. Szóval vannak ilyen dolgok, léteznek, olvasunk róla, ugye olvasunk, ott van Brindavanban, sok bakták ott voltak, ott van a Kusum Sarovar, Narada Muni bement, mint férfi, kijött, mint egy nő. Szóval ez egy... És vannak aztán más
ugye mesék, vagy lehetőség, hol volt, aztán ez később jön, vagy lehet, hogy korábban, itt Bhagavatamban, hogy ugye Sudhunyama, és bemész az erdőbe, és akkor nő lesz, lesz belőled. Szóval léteznek ilyen dolgok, és azért történt, amikor olvassák emberek, hogy fogják ebben hinni, hogy ez most hogy történik egy ilyen dolog, de átadta. Valahogy egyensúlyozta, és gondolta, ez az én felelősségem, ez a személy, és hát általában a kultúrába, nem baj milyen kultúra, indiai kultúra, világon máshol kultúra, a szülőket tisztelni, az hát legalább volt egy nagyon fontos dolog. És pont ezért, mert ők hoznak a világba, felelősséget vállalnak, mindenféle kényelmetlenséget elfogadnak. Most nem is mondom, hogy ki mondta ezt nekem, de beszéltem egy baktával, csak egy pár napja, akinek nemrég volt egy babája, és kérdeztem, na, hogy van a baba? Azt mondta, hát, ha nem lenne olyan helyes, akkor már rég a kukába dobtam volna. Szóval nagyon nagy lemondás, hogy milyen az a gyerekeket, aztán nevelni őket, ugye a felelősség, iskola, pénz, ruha, öltöztetni, stb. Amikor elfogadunk valamit, akkor kell tudni ebből viszonyulni. És ez, amikor itt van használva ez a szó dharma, szóval ez egy olyan nagyon alapvető dolog, hogy amikor kapunk, akkor adós vagyunk. És akkor ugye Bhagavatamban van, hogy Devarsi Bhutaptaninam Pitrinam Nakinkaranayam Ninicharajan. Devarsi Bhuta Atma Nina Pitri. Szóval mi kapunk annyi, itt kapjuk a Srimad Bhagavatam. Vyasadeva írta a Srimad Bhagavatamot. Akkor mi adós vagyunk Vyasadeva felé. Hát egyik módszer, hogy mi dolgozzuk fel azt az adósságot, hogy kapjuk ezt a transzendentális tudást, az, hogy gyakorlatba rakjuk, és aztán a másik, hogy adjuk másoknak. Ugye? Buta. És aztán annyiféle más emberek, élőlények vannak, és itt arról van szó, hogy ahogy kapsz, akkor adós leszel. Na ez az adósság, ez nagyon leköt embereket a világba, érzelmileg, pszichológilag, karmikusan, ugye, praktikusan. Banktól veszel egy házat, kapsz kölcsönt, vissza kell fizetni, adóval együtt, praktikus dolog. Szóval ott adós leszünk. És ezek a dolgok nagyon kötnek. Riddhaya granti ahu. Ezek csinálnak egy csomót, és lekötnek minket ide ebbe a világba. De aztán a vers magyarázza, hogy jó, de hogyha mindezek a féle adóság, ettől valaki fel van szabadítva, amikor ő lesz Krisnának a baktája, és a fő célja Krisnát elégedetté tenni. Mert végre mindenki eszköz. Krisnának az eszköze. Szóval szarvátmanám, saranam, saranyam. Szóval ez, hogy Krisnát szolgáljuk, ez mindig a fő dolog, és akkor, hogyha a kettő között van valamilyenféle verseny, vagy vita, akkor óvatosan mérjük, és akkor akarjuk biztosítani azt, hogy nem, nekem a fő felelősségem az mindig Krisnához van. És akkor annyi példa van, itt van példa Krisna tudat mozdalomba, Vaisnav történetbe, ugye Chaitanya Mahaprabhu
Satchitan Mahaprabhu elhagyta anyukáját, apukáját, apukája meghalt, anyukáját, feleségét. Ők nem voltak materialisták, hogy nem, hogy csak bakták voltak, hanem, hogy örök társa volt. Itt van Anya Yashoda, ugye az anya, itt van Lakshmi Devi, a felesége, de még mindig ott hagyta, mert úgyhogy anya játszotta azt a szerepet, hogy én most ugye egy bakta, és akkor, hogy mind bakta, őnek a felelőssége, hogy Yagyai Sankirtanaprayer, Yajantihi Sumerisa, kell szolgálni Krisnát, terjeszteni Krisna tudat mozdalmat, le vagyok kötve, Navad Vipa, családba, ezt nem fog, sose nem fogunk tudni megcsinálni. Szóval itt mindig van ez, és egész életben így vagyunk, ugye könnyebb dönteni a materialista és a lelki döntések között, amikor már a lelki döntés egy lelki és más, mint ez, akkor ez már nem annyira egy könnyű dolog. De ilyen helyzetekben is van, amikor vagyunk, ugye? Szóval ott volt Bali Maharaj, most itt volt a gurúja, azt mondta, hogy ne vedd vissza azt az ígéretet, és Bali Maharaj meg, most mit fogok csinálni, hogy én nem követem a gurúmat? De hát végre, ő azt mondta, hogy ez a kisfiú, ez Vishnu. Hát akkor, hogy ne adjam oda azt a három lépést, amit akart, még hogyha be is fog csapni. És akkor csinálta. Dharma. És ez a dharma, ez nem egy könnyű dolog. Már hogy a anyagi világban mi a dharma, vagy mi a anyagi kötelességünk, szóval itten van a loka dharma, az a dharma, ami kapcsolódik, mi a mi kötelességünk itt, ugye a világban a törvényeket betartani, fizikai egészség, rendesen diétázni, jó diétázni, ezek az anyagi dolgok, és aztán van a parodharma, aztán van a lelki, a transzendentális, és ezekben mindig lesznek, tele van az élet, ezek a döntések, és döntések nem könnyű dolgok. Elvileg döntések nem könnyű dolgok. Kali Yugában még nehezebbek. És így van egy kis könyv, vagy nagyon érdekes kis könyv, ami úgy van hívva, hogy Krishna Bhajanamrita. És ez úgy kezdődik, hogy Kali Yugában még a Mahabhagvaták már almost, vagy majdnem zavarba vannak ők is, hogy pont mi a dharma és mi a nem a dharma. Ahogy vannak Mahabhagvaták zavarba. Csak ők nincsenek zavarba, csak a körülmények annyira zavartak, hogy ott már tisztán látni, hogy mi van, mint amikor, nem tudom, megyünk egy tóba, és annyira fel van keverve a sár a tóba, akkor ott nehéz benne látni, na ez most milyen mély, itt most nem tudom, van-e krokodil, vagy valami a vízben, nem lát semmit. Szóval nem lehet tudni, dönteni. Szóval Kali Yuga is annyira kevert, a körülmények olyan kevertek, hogy nagyon nehéz mindig mondani, ez a helyes dolog. És ugye ez is, amit Bhishma Dev mondott, hogy nem egyértelmű, hogy mi az a dharma, Yudhisthira Maharaj mondta, most pont mi, és valamikor angolul van ez a kifejezés, hogy a kevesebb a kettő rossz dolog között. Melyik kevesebb rossz? Nem is csak arról van szó, hogy melyik jó és melyik rossz, hanem melyik kevesebben rossz. És ezért egyik cél, ezért képe lenni Bhagavad Gita-nak a tanításaival, Simát Bhagavatam tanítás, és végre ez egyik dolog, amit szülők adnak a gyerekeknek, képezik, hogy tudják, hogy mi jó és mi nem jó.
Mert ugye a mai világ nem arról van szó, mi jó és mi nem jó, ott minden nem jó, minden rossz, és ott oktatás arról van szó, hogy hogy fog mindenki elmerülni a rosszba. Nagyon fontos dolog, és aztán ezt úgy hívják, mint szakma, és másféle dolog, de végre erről van szó, hogy hogy elsüllyedni a sárba, de, és hogy menni pokolba. De inkább ez az oktatás, az oktatásnak az igazi alapa, mi jó és mi nem jó, mert akkor tudsz menni előre életre. Akkor tudsz menni Krisna felé. De hogyha nem tudod, hogy mi jó, nem jó, és hogy legyen a lelki erő mindig a jót csinálni, vagy a kevesebb rosszat csinálni. És amikor ez meg nem történik, akkor meg a szülők hanyagolják a felelősségüket. És akkor úgy van, akkor Sülpapád mondja, akkor gyerekek tilos szexuális élet, élvezet, mert hát mi volt a cél? Nem építsz egy olyan házat, ami összedől. Akkor mi volt a cél építeni a házat? Hogyha összedől a ház, akkor mi volt a cél egy család, amikor nem szolgálja a célját? Szóval tudni, mi a dharma, és valahogy itt ez a puru, ő úgy mérte, hogy most ez a helyes dolog. De a részlet nincs nekünk meg, de úgy döntötte, hogy jó, én adom az ifjúságomat, mert adós vagyok az apámmal. Hogy most ő már ilyen, már annyira Krisna tudatos volt, hogy mindegy volt neki, mert akkor már úgy mindegy, nem tudjuk, de lehet, hogyha olvasunk többet, akkor fogjuk. De legalább ez egyik fontos pont, amit elvinni, ez a tudni és tudni úgy menni a világba, hogy mi mindig a jó, vagy a helyes dolog, vagy a jobb dolog csinálni. Még ha nem a tökéletes. Tökéletes már ebben a korban nem létezik. De hogy mi a jobb dolog csinálni, és aztán lenni elég erős mindig csinálni a jobb dolgot, mert általában a helyes dolgot csinálni az nehezebb, mint a nem helyes dolgot csinálni. Legalább anyagi szempontból. És ugye mi is onnét jövünk. Sajnos ugye mi jövünk egy háttérből, ami nem egy támogató háttér, nem az, ami segít minket, nem az, ami ad nekünk mindenféle jó jellemet, szóval nincsenek jó szamszkárok, és akkor nekünk avval a dolgokkal, ami most van, ugye a szent név, Simad Bhagavatam tanítása, bakták társulása, ezen nagyon kell kapaszkodni, és hogyha csináljuk, akkor ez a csodálatos dolog, hogy ebbe az életbe akkor igen el lehet érni a legjobb dolgot. Jó, majd haladunk előre, és majd látjuk, hogy megy előre ez a történet. Hari Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai Shishidani Tai Vijay Goranga ki jai. Jai Srimad Bhagavatam ki jai.